Sziasztok! Ma külön szekciót fogok létrehozni a Warcraft történetek sokaságának, melyek nagyrészt a játékosokról fognak szólni, akik valamit elértek lényegében bármilyen szinten a World of Warcraft játékban e sok-sok év alatt. Please Gold! A név valószínűleg mindenkinek sokat mondó, aki játszott a Warcraft világában, nincs olyan, akitől ne tarháltak volna már kis vérpistikék lényegében bármilyen kezdőhelyen, vagy nagyvárosban. Tehát a Please Gold első számú versenyzője olyan játékosról fog szólni, akik nagy tetteket vittek véghez, mint a nagy úr, de nem akármilyen módon. Vannak, akik egy egész megyét tartottak rettegésben, voltak olyanok, akik napi 90 killt vittek véghez 14 éven keresztül minden egyes nap, valamint miképpen tudta egy játékos rettegésben tartani Northrend felett repülő playereket, és hogyan tudtak a játékosok egy item segítségével kikészíteni egy egész szervert. Ez és hasonló történetek jönnek a mostani videóban. A rogue-ok, mint tudjuk, meg vannak áldva, láthatatlan képességükkel, mely a vanilla idején rendkívül kellemesen hatott az éppen elhult, hátba szúrt játékosok basszamázásának. Voltak olyan MNM-es kaszból, akik ebből tiszta versenyt csináltak, vagyis a genkelésből. És az amúgy ártatlan pár számukra a területre lépők automatikus ellenségnek bizonyulókat kínozták. Ilyen volt Egwin nevezeti rogue, akinek rendkívül sok elhalálozott gnóm került a kései alá. De mégis meg kell jegyeznünk, hogy a legtovább élt genkerünk a Warcraft világában nem más, mint Modex. Ránézésre semmi probléma nincs itt, csak egy gnom rogue. Ugye igen nehéz megmondani, hogy egy genkert mi motivál, vagy végül is ki ő mit dolgozik, hol lakik, hogy az Istenbe van ennyi ideje. A lényeg az, hogy Modex barátunk a Burning Crusade ideje alatt érezte meg a vér ízét és a genkelés nemességét. Az amerikai Arthas szerveren egy médium populációs világban alig másfélszer nagyobb tömegű horda ellen kezdte el tetteit végrehajtani. Már nem kevés poszt jelent meg a vérszomjas Modex genkerről, így a horda oldalon igen nagy népszerűségre tett szert igen rövid idő alatt. Valamilyen szinten egy jelenség volt, vagy történelmi figura, mert nem volt olyan, aki ne ismerte volna. Kevés az életet? Modex már vár rád? Utolsó darab mobra van szükséged? Modex már megelőzött? És utána veled is végzett? És hasonló szlogenek jelentek meg szerte a terrorizált horda világában. Tehát körülbelül sikerült már a végére felfejteni a randalírozási enigma típusú mozgását, és kiderült, hogy Outland területein az aréna várakozási pontoknál fordult elő a legsűrűbben, de nem is ebben volt a bája, hanem hogy heteken, hónapokon keresztül vitte véghez tetteit, nem kímélve senkit. Konkrétan teljes klánok keresték őt, és igyekeztek megbosszulni genkelését, de ennek is a horda húzta a rövidebbét, hiszen míg a horda gyűlölte, a szövetség popstarként istenítette. Így a segítségére rohant sok száz fős szövetségi had. Tehát Modex barátunk még nagyobb vérfürdőt rendezhetett a fordított pszichológiát alapul véve. Állítólag nem volt különösebben jó érzék a klasszához, csak mindig a legrosszabb pillanatban sikerült megjelennie mindenki körül, aki a hordába játszott. De idővel ennyi genkelést követően már igazán jó játékosnak bizonyult. Kiegészítőről kiegészítőre kínoszta a népet, két évente kiválasztott magának egy-egy helyet, amelyet frekventált volt, és mint saját területét védte. Később szövetséges klánok keresték meg őt, és fizettek nekik azért, hogy bizonyos játékosokat, a horda oldalról az ellenséges klánok vezetőit főleg sose hagyja nyugton, így mindig megtalálta őket a raidbe menet, fővárosokban, mindenhol, amit el lehet képzelni, a leglehetetlenebb helyeken szúrta őket hátba. Mégis legrémisztőbb tette a Pandaria kiegészítőben volt, mikor is elfoglalta közismert helyet Half-Healed, hol is a játékosok napi questeket csináltak volna és növényeket szedtek volna fel. Elmondható, hogy a Pandaria teljes ideje alatt volt kliense, hiszen egy rendkívül frekventált helyről van szó. Itt láthatjuk például a Draenor kiegészítőt, mikor látja a játékos, hogy csak kitargeteli őt a raid bejárata előtti Modex, azonnal felvonja a vitorlát, rohan amerre lát. Modex élete a genkelés, bárhogy is, mindenki ismerte őt. Senki nem tudja, mi lett vele. Egy bizonyos, hogy 450 ezer killel van regisztrálva barátunk, és hatalmas nevet és végeredményben kalandot, bosszúságot, és életet meg persze halált hozott a szerverre. Tehát, ha kiszámoljuk 14 éves pályafutását és killjeit, akkor naponta 88 killel zárta a napjait. A Burning Crusade megjelenésével egyetemben megjelentek a Flying Mountok, melyek gyávák eszközévé váltak a földön dúló PvP harcok közepette. Mivel sokak számára Flying Mount elrontotta a játékot, mert 2D-ből 3D-be vitte a játékosokat, és így ritkábban találkoztak, voltak olyanok, akik bosszút esküdtek, és a levegőben is elkezdték ritkítani a népet. Tehát a Flying Gengerek megjelenése a TBC-hez köttetett, és még az is nagy elismerésnek bizonyult, ha a játékosok, aki az ütést mérte a másikra, meghalt a zuhanást követve, de legalább támad
ott fél is kimúlt, ami nagy örömre és folytatásra buzdította a támadónkat. Igazán a Lich King kiegészítőben terjedt el ez a csodálatos Flying Genkin kifejezés. Critical Dawn nevezetű játékosunk ismét Modexet meghazudtolva teljesítette hősies, tériszonymentes cselekedeteit. Itt viszont tiszta motivációt kapott, hiszen a játékos elárult, hogy elege van a gyáva emberekből, akik mindig elrepülnek a PvP harcok elől. Minek játszanak PvP szerveren, ha nem akarsz PvP-zni? Nem volt bonyolult a menetrend, igyekezett leggyorsabban Mountot leghamarabb megkaparintani, és utolérni a prédáját, majd azt a levegőben megölni minél gyorsabban, utána megvárta a földön, és tovább kínoszta páciensét, amíg az nem állt ki vele rendesen harcolni. Hobóman nevű paladin is így tett hasonló indítatásból, és hasonló cselekedeteket vitt véghez az úgymond ártatlan repülőkkel. Mivel Dalaran semleges zóna volt, így a Dalaran körülötti magaslatokról repült rá szerencsétlen Northrend területére repülő egyedekre, végezve azokkal. Tihontrios szerveren elnyerte a legkellemetlenebb palatini titulust a közösségtől. Kataklizm, mint ismerjük, szinte teljes mértékben terraformálta Azarotot. A patch 4.0.3-ban a Wetlands területén For Pete's Sake nevezetű küldetés, melyhez kaptunk egy itemet, mely eloltotta számunkra szükséges tüzet egy vizes animációval. Egy teljesen átlagos küldetés, amin semmiképpen nem akadnánk fent. Ám bár volt egy olyan szemfüles játékos, hogy ráeszmélt a csodára, hogy Kaldón nélkül lehetett instant használni eme ritka vízililium itemet. És erre egy kellemes kis makrót írt azonoknál fogva, hogy kifagyassza a szervert. Egy másodperc alatt annyiszor használta el ezt az itemet, ahányszor a makróba bele volt írva, és ezt egyre többen kezdték el alkalmazni. Kinek mi jut az eszébe? Hát trollkodás. A végletekig. Sikerült párszor megfektetni a szervert, aukciós házakat, battlegroundokat, igencsak elkezdett elhatalmasodni a trolling a szerveren, majd persze jött a Doomhammer, és napokra hetekre repült a ban a szemfüles játékosoknak. A mai Please Goldba ennyi fért bele, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!